Köszöntöm Önöket, Híráttér című műsorunkat látják. Tóth István, illetve Király Mónika a mai vendégem, a Senior Szabadidő és Kerékpáros Egyesület elnöke, illetve egykori sportolója, aki most a profik táborát erősíti. Kihasználjuk az alkalmat, hogy itthon vagy, és akkor megkérdezzük, hogy mi van veled, illetve hát hamarosan kerékpáros béketúra, ami olyan tradicionális kerékpáros eseményt Moson-Magyaróvár környékén. Kezdjük is ezzel. Hányadik alkalommal lesz már ez a béketúr, és mit kell tudni az idei rendezvényről? 29-et rendezzük az idei évben. Az úton az ugye az, mint a tavalyi Pozsony, Nékkeltor, Moson-Magyaróvár, Lipót, és nagyon sok résztvevőt várunk. Ez a béketúr, ez milyen, vagy hát emléktúra, milyen, te mind a kettőnek neveztétek, hívtátok, milyen körülmények között fogant? Tehát mik az előzményei? Ezt annak idején még úgy indult, hogy Szlovákia és Ausztria között. És azt hiszem, hogy egy év után csatlakoztunk be mi is, akkori Makkos Józsi meg édesapám közreműködésével, és azóta folyamatosan működik. Kiket szolgál ez esemény, illetve ez miről szól ez a túra, vagy ez nem verseny? Hát tulajdonképpen azokat próbáljuk megszólítani, akik nem versenyeznek, szeretnek kerékpározni, szeretik a jó társaságot, utána a fürdőzést a jó időbe. Mi rájuk számítunk. Igazából a kiírásunkban szerepel az is, hogy aki versenyezni szeretne, az ne hozzánk jöjjön. Akkor ezek szerint nem is indulhatsz a kerékpáros béketúrán. Részt vettél amúgy már valaha? Hát amikor időm engedte és itthon voltam, akkor részt vettem rajta nagyon sokat. Hát a profik kőkemény életét éled Olaszországban. Mit kell tudni most az aktualitásokról? Egyesületet váltottál az új szezon előtt, vagy nem? Hogy sikerült a tavaly? Beszéljünk egy kicsit mondjuk a múltra először. Hát a szezont ugyanúgy a Fanini csapatnál fejeztem be, illetve kezdtem ismétel. Egy éves szerződést kötöttek velem újra. A szezont február végén kezdtem Spanyolországban, majd jöttek a többnapos olasz versenyek. Beszéljünk akkor a spanyol részről, ez ott is már versenyek voltak, vagy az ilyen edzőtábor? Ez a verseny volt már. Edzőtábort azt december és januárban töltöttem Spanyolországban. Milyen idő van ott? Lehet versenyezni? Egyáltalán kik vannak ott ezeken az évelei versenyeken? Hát szinte mindenki ott van. Az idejében már 20 fok volt, amikor itthon nálunk még csak szinte 10 fok alatt volt a hőmérséklet, úgyhogy ott nagyon jó idő volt. És akkor az olasz versenyek, azok milyenek voltak már a versenyek? Hát azok Olaszországban az északi részén voltak, az időjárás az nem volt túl barátságos, 5 fok alatt volt és szakadt az eső szinte az összes olasz versenyen. Az elég derék. És milyen eredmények lettek, nem tudom, ezt tudunk-e? Hát volt több top 20-as helyezésem, illetve 20-on kívüli. Ezek nemzetközi versenyek globálisan, vagy ezek kifejezetten olasz versenyek? Ezek World Tour versenyek, az azt jelenti, hogy a világranglista első 20 csapata indul rajta. És a Fanini az hányadik, vagy ez hogyan? Hát mi a 20. vagyunk, 20. helyet foglaljuk el. És összességében hogy szerepelt a csapat? Mennyi pontot gyűjtöttetek ezt? Hát pontot nem gyűjtöttünk. Eredmények tekintetében nem volt húzott a jó, végigmentünk. Uh-huh. És milyen most a pozíciód a csapaton belül? Hát igazából itt senkinek nincs konkrét pozíciója, minden versenyen mindenkinek a legjobb formáját kell hozni, és akkor utána tudunk pozícióról beszélni. Na jó, de elmondhatnál valamit, most hányan vagytok pontosan? Illetve ebben a kis csoportban te hányadik helyen szerepelsz? Hát 10 fős a csapatunk, aha. Hát abból mondhatom, hogy most jelen pillanatban a legjobb vagyok, de minden versenyen más a helyzet. Nem kell ezt elszerintedni. Ugye, Mónika, a tanítványod tulajdonképpen számítottál arra, amikor ő elkezdte a kerékpározást, nem tudom hány éve, 20? Úgy, hogy ilyen karriert futhat be? De sokat dolgoztunk rajta, hogy ez összeérjen. Ez nagyon hosszú idő volt szerintem. Te emlékszel a kezdetekre, hogy hogyan kezdte ezt az egész? Édesapám lekezdett. Úgy örököltem meg. Úgyhogy most emlékszem végig az egész. 2002 óta dolgozunk együtt. És miben volt ő erősebb, mint az átlag vagy a többiek? Akaratban, kitartásban. Most direkt ilyen nehezen beszélgetsz velem, hogy megnehezítsd a dolgomat. Nem,
Nem, az a helyzet, hogy ről tudni kell azt, hogy nagyon akaratos. És mondom, itt az akaraterő, ami nagyon fontos, tudni kell, vagy meg kell tanulni szenvedni, hogy el kell viselni a fájdalmakat. Ez azért nem egy ilyen leányálom, ez egy 4-5 órákat a nyerekbe ülni, és úgy szenvedni végig, akármilyen idő van, ha esik, ha szél, teljesen mindegy, hogy milyen. Itt a verseny nálunk nagyon-nagyon ritkán mondják le időjárási okok miatt, úgyhogy ez természetesen az, hogy mindenkinek rossz, ugyanolyan rossz, de ezt fejbe el kell tudni dönteni. Ugye most is gyerekekkel foglalkozó, mint igen, évtizedek óta mindig, meg hát az édesapád is. Szóval most hogyan álltok így ilyen utánpótlás szempontjából? Most szerencsére jól állunk. Több mint 20 fős az egyesület ebbe a pillanatba. És a java része az mind ilyen U13-as, U15-ös, sőt van U9-esem is. És mellék tehetségesek, próbálunk tanítgatni őket, most még egyelőre biciklizni tanulunk. A pár nagyobbak már azért elkezdtünk versenyezni, az eredmények is jönnek most már szépen. Hát ami fontos dolog lesz az egyesület életében, az majd a júniusi országos bajnokság. Ez miért lesz fontos? Hát ez lesz az első olyan bajnokság, amire úgy megyünk oda, hogy most ezzel a társasággal, hogy itt már eredményeket kell elérni. Azt lehet tudni, hogy mekkora lesz ez a mandat? Mind a 20 versenyződőt elviszed az országos bajnokságra? Két részre oszlik az országos bajnokság, mert van egy időfutam és van egy mezőnyverseny. Most az időfutam versenyre természetesen nem kell elvinnem mindenkit, mert az itthoni mért idők alapján tudjuk azt, hogy ki a legerősebb, és akkor minden korcsoportból valószínűleg csak egy gyereket viszek. A mezőnyverseny az már több esélyes. Ott akármi történhet, ott nem baj, ha többen vagyunk, az egyik tud segíteni a másiknak. Hol lesz az országos bajnokság? Hogyan készít? Debrecenben és Pécsen. Aha. Mindenki... két napon belül kell megoldani az egészet. Úgyhogy közben haza kell jönni, átpakolni, mert mi nem úgy megyünk el versenyre, hogy fogjuk a kis sportákas táskánkat, és abban benne van minden. Itt, ha elmegyek négy gyerekkel, akkor az plusz még egy autó az alkatrészeknek, a pót kerekeknek, meg minden. De akkor ide ez egy komoly logisztikát is igényel. Természetesen. Hát gondolom akkor a profik világában meg még nehezebb ezt összehangolni, talán könnyebb is egyben, mivel hogy direkt profi csapatról van szó. Szóval rád mi vár a közeljövőben, milyen versenyekre készülsz az idén? De most jövő héten visszamegyek, május 27-én lesz Svájcban egy 1.2-es verseny, majd jövök haza a Magyar Bajnokságra, és kezdődik majd július elején a Giro d'Italia. Közben meg a Jubilén. A Magyar Bajnokságon milyen egyesületet, milyen színeket képviselsz? Hát a kinti csapatot. Kinti csapatot? Tehát, de függetlenül akkor mondjuk, hogyha megnyeri, mert még minden esélyed megvan rá, jól tudom, akkor gyakorlatilag egy olasz csapatnak a színeiben? Tehát ezt lehetővé teszik a szabályok? Hát ő neki a versenyengedélye az úgy szól, hogy Fanini team. Uh-huh. Ő neki azon odaírva, és az úti szabályok szerint itt te nem változtathatsz nevet, semmit. Ami a licenszen van, az kerül a versenyjegyzőkönyvébe. A Giro di Rosa lesz idén is, rajthoz álltok. Ugye mondják azt, hogy az a női kerékpárosoknál hasonló, mint a Tour de France a férfiaknál. Mit kell erről tudni? Igen, ez most egy héttel eltolták, most július 7-én kezdődik, és 10 nap lesz. Hát az még elég messze van. Készültök már arra, hogy hát hogyan mire hegyeztek ki a felkészülést, hogyan működik ez? Hát erre igazából nem most kell felkészülni, erre már télen az alapozó időszakban. De szerintem most visszamegyek, azért még lehet erre készülni, mert 10 nap, több mint 1000 kilométer lesz pihenő nap nélkül. És nem a sík részekről fogsz volni. Figyelj, ha ennyit elszabadál, milyen körülmények között élsz kint? Tehát biztosítanak nektek mindent? Tehát ez egy munkahely a számod, egy külföldi munkaálló, vagy ha úgy tetszik? Hát kaptunk egy lakást, abban lakunk a külföldiek, illetve amikor jönnek a házhoz az olaszok, kaptunk autót, szponzorhoz élelmiszerért tudunk menni. Uh-huh. Illetve és minden adott, hogy csak a kerékpárra tudunk. És Olaszországban ennyire népszerű a kerékpársport? Hát hogy még csak ott népszerű. Az érdekes ezt hallani, Magyarországon mennyien sportoló van, akit meg tud élni a kerékpározásból? Nincs. Nincsen? Hát most van egy úgynevezett UCI kategóriás csapatunk,
A mit jelent Bátor UC? Hát ez egy nemzetközi szövetség által besorolt csapat. Őnekik elméletileg munkaszerződést kell kötni a versenyzővel, de ez általában úgy szokott kinézni, hogy megkötik a szerződést, de pénzt nem kapnak a versenyzők. Van, azt mondja, kettő ilyen bejegyzett csapatunk van, és de most mondjam azt, hogy gombérbicikliznek a kerékpárosok, úgyhogy inkább ők fizetnek még, hogy ott lehessenek. Akkor nem várhatjuk el azt, hogy még a Muni olimpiára menjen, vagy még előrébb jegyezzék a magyar sportolókat, kerékpársportolókat? Hát így, hogyha külföldön tud maradni, akkor minden esélye megvan rá. Reális cél az a tokiói olimpia számodra? Hát mindenképpen. És hogy állsz a pontok gyűjtésével? Tehát mennyi kell, meg azt lehet tudni, hogy mennyi pont kell majd hát Tokióhoz? Azt nem tudom, hogy mennyi pont kell, annyit tudok, hogy a világranglista is csak 100-ba kell lenni az olimpiai évében, akkor az a biztos indulási jog. Tehát 2020. Igen. A 2019-ben kezdődik a pontgyűjtés. Igen. És 2020 május végén zárul a, van legalábbis a lányoknál a kvalifikációs rendszer. És most hogy állsz? Ez van 138. jelenleg a ranglistán. Ha jól emlékszem, akkor olyan 10-valahány pont kell ahhoz, hogy bekerüljön a 100-ba, és az első 100 az Malanyi van. És ezt rajtozálásért lehet pontot kapni, vagy célba érkezésért, vagy csak helyezésért? Csak helyezés. Ez csak helyezés. Csak helyezés. Csak helyezés. Az mit jelent az első 10? Az, amit említettünk itt az előbb is, hogy UCI 1.2-es verseny, vagy World Tour, az szerint adják a pontot. Aha. Most az 1.2-es versenyen az első 10-et vagy 12-t díjazzák, és akkor azt mondom az utolsó, vagy 12. kap még egy pontot, vagy két pontot, nem túlozzák el a pontokat. Aha, tehát nagyon keményen meg kell dolgozni, érte. Akkor most mi idén a számodra a legfontosabb cél? Hát első körben a magyar bajnokság megvédése, illetve a Giro d'Italia-n jó lenne top 20-ba többször lenni. Azért sok pont jár. Hát sok nem, de jár. És magyar bajnoki címért? Jár, hát azért jár. Azért jár. Pont. Azért jár pont, meg az a helyzet, hogy ha ő országos bajnokságot nyer nálunk, akkor a csapatánál megkülönböztetett meze van. Uh-huh. Most az idei évben ebből a megkülönböztetett mezből 5 darab volt Olaszországban. Ami köztük az övé is az egyik. Aha, ez remek. Amúgy tudjátok tartani a szakmai kapcsolatot is? Tehát van minden nap beszélünk. Térjünk vissza még a kerékpáros béketúrára. Mikor lesz? Honnan startol? Május 26-a, 9 óra 30 perc, Pozsony, Euróvea bevásárló központ parkolójában. Oda várjátok a bringásokat? Igen. Jó, még annyit hadd mondjak el, hogy a regisztráció, ez május 15-én kezdődik, Szenyor kerékpárosbolt, Kossuth Lajos utca 16. Jó van, akkor köszönöm szépen, hogy eljöttetek, beszámoltatok az aktualitásokról. Tóth István és Király Mónika volt a mai Hírháttér vendége. Köszönöm, hogy bennünket választottak, kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!